No, szép estét kívánok mindenkinek! Elkezdenénk az esti plenáris alkalmat. Köszönöm a támogatóimnak a bíztatást. Szóval, hogyha szép lassan elcsendesedtünk, akkor sok szeretettel köszöntöm az elvtársakat és elvtársnőket az Úr Jézus Krisztus nevében. És azzal fogjuk kezdeni, hogy a közgyűlésnek az eredményét szeretném gyorsan elmondani. Lesz az énekem? Tök jó. No, először is szeretném a diákvezetőségi tagokat bemutatni nektek, úgyhogy kérném azokat, akik hallják a nevüket, hogy fáradjanak ide előre. Blaskó Krisztián Gábor. Kinek az anyja nevezette egy ilyen egyént? Az jöjjön előre. Gulyás Ádám, aki már nincs itt, Habos Bernadett, Mike Ábel és Veres Dominika. Ők a diákvezetőségi tagok, egy tapssal bátorítsuk és köszöntsük őket. Gyertek előre, akik hallották a nevüket! Jöjjenek előre, akik hallották a nevüket. Remélem a vezetőség ülésen nagyobb létszámmal lesznek majd jelen. Jó, akkor szeretném kérni a jelenlegi szenior vezetőségi tagokat, hogy szintén fáradjanak előre, úgyhogy Vechter Szili Orsinak már le se kell ülni. Jó, úgyhogy hadd lássuk a kis vezetőségünket. Én arrébb jövök, nem tudom a kamerások mennyire fognak neki örülni, hogy el tudjunk itt férni a színpadon. Jó, tehát az öt megválasztott diákvezetőségi, újonnan megválasztott diákvezetőségi tagjaink, a szenior tagok, akik itt vannak. És mint tudjátok, nem minden volt rossz a kommunizmusban, megtartottuk azt a formát, hogy nekünk is van főtitkárunk, akit most megint hát választanunk kellett, és Rapfannit döntő többséggel megválasztottuk újra, úgyhogy egy nagy tapsot kérünk neki is. Illetve hát van egy változás, új elnöke van a MEGDESZ-nek. Úgyhogy szeretném sok szeretettel köszönteni, és nagy tapsal köszöntsétek Török Mátét, akit szintén döntő többséggel megválasztottak. Na most a cégjegyzék, vagy mi az bíróságon, február 8-ig vagyok elnök, tehát még addig légy szíves magázzatok. Őt még addig tegezhetitek, és onnantól fordul a kocka. Úgyhogy sok szeretettel gratulálok nektek, és a MEGDESZ munkatársakat is kérném ide előre, hogy lássátok egyben a csapatot. Úgyhogy ha valaki MEGDESZ munkatársnak érzi magát, és érvényes munkaszerződése is van, akkor azt várjuk ide előre sok szeretettel. Hűha, egyre inkább odatolódunk, remélem a kamerások megoldják ezt a problematikát. És tulajdonképpen nekem most ennyi volt a szerepem, hogy ezt bejelentsem, tehát semmi több, úgyhogy én át is adom a szót valakinek. Én csak egy ilyen last call a hiányzó láncszemeknek, hogyha Veres Dominika, Nika itt van a teremben, ő már hazament. Ő is hazament, Gulyás Ádi is hazament, őket még... Itt a Nika! Ja, tényleg! Bocsánat, Kundiéknál lakik, csak viccelt. Igen. Jó, és az Ádit még képzeljétek ide a diákvezetőségi tagok közé, és a szenior vezetőségi tagok közül Simon Ilus már hazament, és Máté szenior vezetőségi tag volt, de elnök lett. Szóval így teljes a csapat. A munkatársak Nyúlsára, Nagy Gabi, Jambrik Levi és Szalai Lidi. Jambrik Levi és Szalai Lidi kéretik a színpadhoz, majd beérnek idővel. Ó, ott van Levi és Lidi. Levi, szia, gyere ide! Gyere, te is! Jó? Köszi! És Lídia? Lídia? Ő az irodában van, úgyhogy most nem fog tudni eljönni, de őt is gyakran látjátok a napokban, úgyhogy ide képzelhetitek. Azért gyűltünk ma itt össze, mert nem csak új elnököt köszöntünk, hanem egy régi elnöktől is búcsúzunk, és ez nem más, mint Gusztin Rudolf elvtárs.
És Rudiról sok mindent lehet tudni, aki a közgyűlésen itt volt, az már hallotta, 10 éve ismerjük egymást, körülbelül azóta dolgozunk együtt, önkénteskedtünk. Itt voltunk tartalomgyártók és postit.megdesz.hu szerkesztők, és most 3 évig elnök titkár felállásban vezettük ezt a szervezetet. Azt is lehet tudni, hogy a fontok és különleges betűtípusoknak a rajongója, és Kiki most bekiabálásos alapon mondhat még egy dolgot, ami eszébe jut első blikre Rudiról. Age of Empires 2. Dicsi Csopi. Molbeli 4-es. Improkurzus. Improkurzus, sofár. Közös szilveszterezés. A Zenetudományi Intézetben kollégák voltunk egy darabig, ligatúrák, én még azt mondom. Jézus a jó pásztor. Lelkiismeretes, dicsértessék. Közgyűlés, reklámok, a tegnapi stand-up. Szóviccek. Fogmosás. Meghosszabbított doktori leadási határidő. Meghosszabbított doktori leadási határidő. Még mindig nincs leadva. Szóval rengeteg kincset tudnánk még ezek tetejében is ide felhalmozni, meg összegyűjteni Rudiról, akinek nagyon hálásak vagyunk a személyért, a barátságáért és az elmúlt évek munkájáért, nem csak ezért a háromért, de különösen ezért a háromért is. És készültünk neki egy kis meglepetéssel, ami Kristóf zsákjában található. Kristóf lesz most a zsákos Bilbo. Szóval Déri Balázs tanár úr, aki az ELTE BTK-ra jár, ő ismerheti, lefordította a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetséget, azaz a MEGDESZ-nek a teljes nevét latinra, és egy ezt tartalmazó pólóval ajándékozzuk meg Rudit. Kérlek, nézd meg! A vastaps azután fog járni, miután felpróbáltad, Rudi. Szigorúan zakóra. Tényleg. Addig a később bekapcsolódó kedvéért most a Rudi búcsú folyik, és lehet mondani kulcsszavakat, és először eszedbe jutó benyomásokat, élményeket, amik Rudival kapcsolatosak. A Rénszarvas. Rudi egy MEGDESZ diákkörvezetői találkozón karácsonyi különkiadás volt, és Rénszarvasnak öltözött, ahol Gyenes Zoli volt a télapó. Rudi, kókuszleves volt az, amit a Gyenes Zoli megtalálta. Kókuszkrémleves. Ilyeneket tud. Gesztenyekrémlevest is tud amúgy. Igen, most kérlek. Röviden, hogyha rám tudtok közelíteni, tehát itt van egy ligatúra, azt azért megmutatnám. Csak én sem látom, hogy hanyadik szó CT össze van kötve valahol. ST, bocsánat, látjátok? Mindenki megcsodálhatja. Jöjjek előre? Ja, a kamerás kéri, hogy jöjjek előre. Igen, gyönyörű. Ezért érdemes élni. Jó, köszönöm szépen. Jó, csak ennyi. Rudi egyébként mondhat búcsúzóul pár szót, és utána megtapsolhatjuk, és utána imádkozhatunk. Nem készültem őszintén szóval semmivel, de én akkor röviden megköszönöm én is a 10 évemet itt a MEGDESZ-nél. Nagyon-nagyon élveztem, nagyon sok minden volt benne, sokféle fajta szolgálat, és nekem nagy élmény volt, főleg a kapcsolatok, kapcsolódások, barátságok, amik azt gondolom, hogy
3 éves elnöki mandátumon is túlnyúlóak, remélhetőleg. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, remélem, hogy sok kárt nem okoztam a szervezetben, és kívánok nagyon-nagyon sok áldást nektek a továbbiakban, Isten vezetését. Remélem, hogy azért még fogjuk látni egymást, és köszönöm, hogy a Megdesz ennyire sokat gazdagította az életemet, szolgálatomat. Remélem, hogy egy Hangyányit azért én is tudtam valamennyit. Egyébként nem menekültök, tehát még a Megdesz történelem cikk sorozatot azt végig publikáljuk a Posztitán, illetve 2 évvel ezelőtt ígértem, hogy lesz a vezetőségről egy trilógia, és még csak 2 cikk jelent meg, úgyhogy nem menekültök, csak ennyi. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer mindent. És most átadom Sárának a szót, aki instruálni fogja az imádságunkat. Igazából, Rudi, vagy hogy jöjjünk Rudi köré. De, hogy te állj ide, és a munkatársak vezetőségét ahok álljunk körbe. És akkor mindenki más is hajtsa meg a fejét, és imádkozzunk, aki szeretné. Jézus, köszönjük szépen Rudinak a szolgálatát. Nagyon hálásak vagyunk érte az odaadó szeretette és alázatos szolgálatáért. Köszönjük, hogy megőrizted ezekben a nehéz években. Köszönjük, hogy kitartott, hogy érted, égett a szíve, és mindent beleadott, hogy a Megdesz átvésze ezt az időszakot, és előrébb jusson. Kérünk áldást az életére a következő szolgálataiban is. Amen. Kérlek Istenem, hogy ezt a rengeteg munkát, meg időt, meg energiát, amit Rudi beletett a Megdesz ügyeibe, azt így pótold vissza neki hatalmasan. Amen. Istenem, hálát adok azért a bátorságért, egyenességért és tisztaságért, amivel Rudi közöttünk szolgált, az, hogy tudjunk tanulni tőle. És kérlek, hogy kísérd gazdag állással a szakmai életét, a családi életét, és legyél vele minden helyzetében. Amen. Istenem, hálás vagyok azért, hogy láthattuk Rudit, és hogy köztünk volt a te szolgálatodban. És hálás vagyok mindezért az örömért, és vezetésért, és bátorításért, és hitért, amit rajta keresztül közvetítettél felénk, és csak kérlek, hogy áld meg a további éveket, amik előtte vannak a te jóságod és kegyelmed bősége szerint. Amen. Köszönjük, atyánk, hogy elhívtad Rudit a Megdeszbe, köszönjük, hogy ő igent mondott a te hívásodra, és köszönjük, hogy mindig igent mondott a hívásodra, és kérünk továbbra is kísérd őt az életben. Amen. Uram, köszönöm azt, hogy Rudiban ott élsz, és hogy sok mindent elvégeztél általa.
kérlek arra, hogy kísérd az útján továbbra is, és még sok-sok gyümölcsöt tudjon teremni. Amen. Atyám, hálás vagyok azért, hogy Rudi közöttünk szolgált. Köszönöm azt, hogy úgy vezetett, hogy te vezetted őt is, és kérlek add, hogy továbbiakban is, akármerre is sodorja az élet, fény és világosság tudjon lenni, és te rád mutatni. Amen. Istenem, az én szívem is túlcsordul hálával, Rudi iránt. Köszönöm azokat a pillanatokat, amikor a színpadon volt és zenélt, vagy csak felvételről hallottam, de használtad őt így is az életemben. És köszönöm azt, hogy láthattam pragmatikusnak lenni, gondolkodni, elemezni, és így is sokat tanulhattam tőle. Kérlek, vigyázz rá továbbra is, és vezesd őt. Amen. Istenem, köszönöm, hogy Rudi az, akire ha gondolok, az jut eszembe, hogy ragyog rá az orcád, és hogy ő ezt visszatükrözi a tekintetében, a hozzáállásában, a szavaiban. És nagyon hálás vagyok azért, hogy most egy szereptől búcsúzunk, nem egy személytől. Köszönöm, hogy ő nem szűnik meg akár az öröksége, akár a további megdeszvezetéstől független találkozásaink által velünk kapcsolatban lenni, és köszönöm, hogy a veled való kapcsolata is törhetetlen. Kérlek, hogy erre add a további áldásodat. Amen. Istenem, hálát adok neked, hogy Rudit megismerhettük, hogy elnökként is megismerhettem. Hálát adok azért a precizitásért, igényességért, ami benne van, és ami olyan nagy áldása, áldás lehetett mindannyiunk számára, meg de számára, a szervezetünk számára. Különösen azért kérlek, hogy áld meg őt a további útján, vezesd, egyengesd a lépteit, őrizzed őt, és kérlek téged, hogy add meg neki mindazt, amire a szíve vágyik, és legyél te a jó pásztora továbbra is, és vezesd az úton előre, és használd őt még nagyon sokáig mindannyiunk örömére és a te dicsőségedre, akárhol is lesz. Amen. Amen. És most hasonló dolog fog folytatódni. Bocsánat. Szóval most ilyen koncentrikus köröket szeretném, hogyha így alakítanátok. Mondom, hogy az új főtitkár és az új elnök, szóval Rudi, nem, te fogod kezdeni az imádságot, aztán a főtitkár, aztán az elnök, és így jövünk sorba, aztán a munkatársak, ilyen tojáshéjak-szerűen így álljunk egymás mögé. Munkatársak mögé az diákvezetőségi tagok, után leghátulra a szenior vezetőségi tagok, és akkor ez egyfajta korfa is, aminek amúgy ti is a részesei vagytok, szóval én úgy szerettem volna, mintha ti lennétek így a legszélesebb réteg. És akkor így, vagy így korfán és szerepenként arra kérlek, hogy így rétegenként egy ember áldja meg a mögötte levőt, vagy felette levőt, úgyhogy a régi elnök a főtitkárért, a főtitkár az elnökért, és így tovább. Te a munkatársakért, munkatársak a diákvezetőségi tagokért, a diákvezetőségi tagok a szenior vezetőségi tagokért, vagyis minden csoportból egy. Ti a legszélesebb körért, a mozgalomért. Így. Úgyhogy hajtsuk meg ismét a fejünket. Istenünk, hálát adunk azért, hogy imádságban eléd jöhetünk, és amikor ezt tesszük, akkor csak becsatlakozunk abba a közben járó imába, amit Krisztus Urunk mond fenn a mennyben az Atya jobbján. Így szeretném most eléd hozni a régi új főtitkárunkat, Fannit, kérve a te áldásodat az ő életére.
nem csak a szolgálatára, nem csak a megdöszés munkájára, hanem egész életére. És szeretnénk kérni, hogy ez az isteni áldás tudjon túlcsordulni rajta, és hogy ebből mi is kaphassunk, ahogy eddig is kaptunk. Kérlek, vezesd őt, védelmezd őt, gondoskodj róla, légy vele, benne, felette, alatta és mellette. Kérem a te áldásodat így az ő életére és szolgálatára, a Jézus nevében. Amen. Istenem, nagyon hálás vagyok Mátéért, akinek az útját már a teremtés előttől elképzelted. És köszönöm azt, hogy ma délután, amikor itt mesélt a közgyűlésen, akkor azt a kifejezést használta, hogy a megdeszés a te táncod. És annyira megragadt ez. Kérlek, hogy ő maga is tudja veled folytatni ezt a táncot, és ő és az ő háza népe együtt legyenek a te dinamikus mozgásodban, és éljék meg azt, hogy a kegyelmed az tényleg napról napra újjá teremtődik és alászáll. És köszönöm az ő hűségét, köszönöm az ő alázatát, köszönöm az ő jelenlétét és vezetését és tanítását. És Uram, te megáldod, és szeretettel veszed őt körül, és kérlek, hogy ebben otthonosan tudjon megpihenni és mozdulni. És imádkozom Noémiért is, és a gyerekekért. Kérlek, nagyon-nagyon-nagyon nagy hálával imádkozom most értük, hogy adj nekik erőt, és adj nekik kitartást és békességet mindezen idő alatt, amíg együtt dolgozunk. Amen. Drága Uram, köszönöm neked a megdesztes, azon belül a munkatársakat, akik mint egy motor hajtják előre, viszik előre ezt a nagy szervezetet, és folyamatosan támogatják, segítik, erősítik a diákköröket, és ezáltal azokat a diákokat, akik téged keresnek. Köszönöm, hogy oszlopként állnak ebben a templomban, és könyörgöm értük, hogy adj nekik egységet, adj nekik erőt, Uram, hogy napról napra, hétről hétre legyenek ötleteik, legyen energiájuk arra, hogy ezt a támogatást megadhassák, lássák meg a szükséget, és köszönöm, hogy tanulhatnak a nemzetközi térben is, köszönöm, hogy van arra lehetőség, hogy mehetnek külföldi konferenciákra, és elleshetik a praktikákat. Kérlek, adj jó kapcsolatot és termékeny kapcsolatot a diákkörökkel, hogy ez egy oda-vissza működő kommunikáció legyen. Azért is könyörgöm, Uram, hogy ott tudjuk kifejezni a megbecsülésünket, a hálánkat feléjük. Kérlek, hogy áld meg őket, áld meg nem csak a munkájukat, hanem az egész életüket. Amen. Istenem, én hálás vagyok a diák vezetőségi tagokért. Annyira jó látni a vezetőségben, hogy megtapasztalni az áldásait annak, hogy diákok és szaniogok együttműködnek és hoznak döntéseket. Köszönöm, hogy ezt az öt embert itt most reményeink és hitünk szerint te
hívtad el és választottad ki, és te teszed alkalmassá minden jó cselekedetre. Ebben hálás vagyok azért, hogy személyesen ismerhetjük őket, és hogy tudhatjuk, hogy az ő kezükben általad úgy igazán jó helyen lehetünk. Köszönöm, hogy őket tetted ide. Kérlek, add a te bölcsességedet és békességedet, és a kegyelmedet az ő vezetőségi munkájukba. Áld meg az egyetemi éveiket, fél éveiket még. És kérlek, hogy te adj általuk is egy gyümölcsöző kapcsolatot a Megdesz szervezetének életébe. Te áld meg, kérlek, az ő munkájukat, és rajta keresztül sokak életét benned. Amen. Istenem, nagyon hálás vagyok a szennyörvezető tagokért, akiket még alig ismerek. Csak egy-két interjút csináltam velük még valamikor tavalyi év végén, de köszönöm neked azt, hogy odaszánták magukat neked a te szolgálatodra. Köszönöm a tapasztalatukat, az érettségüket, az, hogy sokkal előrébb járnak már az életben, mint én, meg mint mi. Diákok sokkal többet tapasztaltak, és én előre köszönök minden olyan leckét, minden olyan jó tanácsot, ami ennek a gyümölcse lesz, és hiszük azt, hogy te vagy az, aki őket is elrendelted erre az évre, vagy két évre a Megdesznek a vezetésére, és bízom abban, hogy te fogod őket vezetni, te fogod ihletni a gondolataikat, azt nekik bölcsességet, tisztánlátást, és kedvességet, és empátiát, és mindent, amire szükségük van, sőt, még annál is többet, és imádkozom azért, hogy áld meg a hátországokat is, a családjukat, a gyülekezetüket, baráti köreiket, hogy tudják őket támogatni ebben a munkában, ebben a szolgálatban. Köszönöm a bajtársaimat, Uram. Amen. Mindenható Atyánk, köszönjük, akiket elhívtál a Megdeszben, köszönjük a jelen diákköröseit, és köszönjük az elmúlt évek, évtizedek diákköröseit, köszönjük azokat, akik most már szeniorként tagjai a Megdesznek, vagy vannak a Megdesz körül, köszönjük az imáikat, és a támogatásukat, a tudásukkal, tapasztalataikkal, és az anyagiakban is, és köszönjük azokat, akik most diákkörösök, akik itt vannak körülöttünk, vagy azokat is, akik nem tudnak itt lenni. Köszönjük azokat, akik a diákkörökben diákkörözőként vannak jelen, köszönjük azok, akik szolgálóként, vagy bármilyen szerepben. Atyánk, imádkozunk azért, hogy ők tudják mindig a te hívásodra tudjanak igent mondani, hogy tudják a körülöttük lévőknek elvinni az evangéliumot, elvinni Jézus Krisztust, és kérünk, hogy te add nekik a te szent lelkedet, és segítsd őket ebben a munkában, ebben a küldetésben. Amen. És akkor nem tudom, hogy tekintetváltással köszöntöttétek-e már az újakat, és közben a Dicsi csapat készül egy énekkel, amit Gusztin Rudi írt egykoron, és az is ilyen népi, vagy hogy össznépi hit megvaló ének, és ahogy ülünk helyünkre, úgy majd mikor elkezdünk énekelni, arra kérlek, hogy álljatok fel, és segítsétek majd az újakat, ahogy tudjátok.
Megmondom őszintén, egy kicsit gondolkoztunk azon, hogy hogyan fogjuk ezt a meghitt pillanatot átvezetni a kicsit informatívabb részekbe. Megpróbáljuk. Ma délelőtt volt arról szó, hogy a MECDESZ igazából tartalmakat és forrásokat is igyekszik gyártani és biztosítani a diákságnak és a diákköröknek. És ahogy azt Rudi már egyébként megígérte a trilógiáját, azt pont azon a platformon fogja majd posztolni, amiről most szó esik először, ez pedig a Post-it. Úgyhogy kérném Hamar Misit, hogy most jöjjön, és egy pár percben csak arról beszél, hogyha valaki szeretné megírni, hogy akár ez a tábor milyen élmény volt az ő számára, vagy milyen gondolatokat, élményeket gyűjtött itt, akkor ez is egy felülete lehet ennek. Sziasztok, én Fodor Misi vagyok, aki még esetleg nem ismerne, és mivel nekem van egy ilyen szövegírói munkaköröm is, ezért egy kb. Fél éve így felajánlottam, hogy nagyon szívesen besegítek ebben így a MECDESZ-nek, úgyhogy volt már egy-két cikk, amit így megírtunk, illetve most is van még két interjú, ami most van így a csőben, hogy ilyen szakmai kifejezéssel éljek, és szeretnék mindenkit biztatni rá, hogy aki akár így a táborról van benne egy olyan élmény, valami, amit így megosztana, akár így a fél év során bármikor úgy érzi, hogy valami kikívánkozik belőle, az egészen nyugodtan keressen. Lehet cikkeket is írni, interjúkat csinálni, akár egymással, diákkörvezetőkkel, és meg tudunk abban segíteni, vagy hát én tudok abban segíteni most per pillanat, hogy a kicsit hogyan érdemes keretezni, tehát egy picit egy ilyen lektori segítséget is én ebbe bele tudok tenni, meg nagyon szívesen akár ilyen stilisztikai dolgokban így tudok tanácsot adni a saját szintemig, ami szintén nem a világ tetején van. Úgyhogy én szeretnék ezeket arra bátorítani, hogy akiben van egy ilyen kis kreatív, meg önkifejező vén, az nyugodtan keressen, és akkor ezzel is közösen tudjuk gazdagítani így a Post-it felületet. Köszönjük szépen, Misi. Egy másik érdekes dolog, ami felmerült a táborban a mi közös diák életünkkel kapcsolatban, ezek a platformok, ahol találkozunk, egy ilyen most a téli tábor, ahol most is mi vagyunk, és erre egy nagyon, nagyon jó lehetőség, amit a keresztény orvostan hallgatók csinálnak, ez a KOT, amit ők maguk alkottak meg, és ez egy olyan lehetőség, ahol keresztény, orvos, tanhallgatók találkozhatnak. Erre van lehetőségetek nektek is, hogy csináljatok a saját szakmátokon vagy hivatásoktokon belül egy ilyen találkozót. Ebben nagyon szívesen segít neked a MECDESZ, a munkatársak, vagy éppen személyesen Maszárovics Dániel, akit megkérem, hogy számoljon egy kicsit be erről nekünk. És mielőtt elmond egy pár mondatot, meg fogunk nézni egy összefoglaló videót a tavalyi KOT-ról. Azért ezzel a programponttal kezdünk, mert ez az, ami a MECDESZ naptárban a legközelebbi esemény. Ha már kijöttetek, akkor bocsánat, hogy variálok a technikusaink, akkor először meséljetek, és utána megnézzük a videót. Jó, csak nagyon röviden. Kérem, hogy aki is oda biblia körösnek vallja magát, az jöjjön, csatlakozzon hozzánk. Uri Beni, Uri Imi. Kapásból nem látom, van nálam hubabuba, majd utána kaptok. Ki van még itt? Imi nincs itt, jó. Igen, bocsánat. Azért is hívtam ki a csapatot, hogy egy rövid időnk van. Azért hívtam ki a csapatot, hogy lássátok, hogy amiről most beszélni fogok, az nem hozzám köthető, vagy hozzám is köthető, és egy csapathoz köthető, illetve elődeinkhez, akik előttünk jártak, és már szerveztek sok ilyen
keresztény orvostanhallgató konferenciáját vagy találkozóját, úgyhogy mi ezt most lehetőségünk volt tényleg Isten erejével és neki hálával feléleszteni. Mindjárt mesélünk róla nagyon röviden majd, de szerintem a videó többet fog mondani, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. Nem tudom, ezeket a fényeket itt lejjebb lehet kapcsolni, és akkor jobban látszódik a videó. Addig nem tudom, mit csináljunk. Megnézem. Hát, we sing a song of victory in the highs and lows. A maradék másfél percemben három dolgról szeretnék beszélni, ugye? Maximum. Az egyik az, hogy szeretnék hálát adni, szeretnék megköszönni nektek, hogy akik voltatok a tavalyi téli táborban, és mondtuk, hogy lesz ez a program, szervezzük, és hogy nehéz, és hogy imádkozzatok értünk, és remélem imádkozzatok, és nagyon köszönjük nektek. Illetve szeretnénk megköszönni a Megdesznek, mind az anyagi, mind például Gulyás Dávid képében, és más formákban is az, hogy ott voltak, Fannit is láthattátok. Köszönjük a nagyon sok támogatást, és hát készülünk idén is egy konferenciára, március 11-én, de egy szuper és óriási csapattal állunk neki, még sokan nem tudnak itt lenni a szervezőcsapatból, többek között Gulyás Ádit is, úgyhogy sok minden nehézséggel jár egy ilyen,
És a második gondolatom, a másfél percben még hátra belefélek, az ahhoz kapcsolódik, hogy picit szeretném ezt bemutatni, hogy szeretnénk titeket is inspirálni, hogy lássátok így ebben az utat, hogy ez nem egy ilyen, nem tudom, volt egy őrült álmunk, és akkor másnap már konferencia van, és 120-an eljönnek, és előadók ott vannak, meg minden, tehát ez nem így működik. Hanem csodálatos az, hogy Isten vezet minket, és például Ádit és engem is vezetett, és lehetőséget kaptunk a Megdesz diákkörben, mint diákkörvezetők, és végeztük a dolgunkat, és aztán lehetőségünk lett arra, hogy tényleg volt egy álmunk, és hogy azt elkezdjük beváltani. Az Úr biztatott, a szívünkre helyezte, és elkezdtünk bele energiát fektetni, elkezdtünk embereket toborozni, és tényleg az Úrnak hála, összeállt egy ilyen 120 fős konferencia, ahol keresztény orvostanhallgatókat és egyéb egészségügyi hallgatókat fogadtunk, és ahogy láttátok, szóltak különböző érdekes előadások, illetve lehetőség volt beszélgetni, kapcsolatot építeni. És ez a harmadik dolog, és a második dolog, vagy nem ez volt a második, és a harmadik, nem tudom mi volt, mindegy, ciki. Igen, ja igen, nem, igen, hát köszönjük, ha segítetek, és hogyha ti bennetek is megfogalmazódik egy ilyen vágy, hogy most ez a témánk, hogy szeretnétek valamit tenni az evangélium ügyéért, szeretnétek valamit tenni, akkor menjetek el a diákkörötökbe, mondjátok a diákkörvezetőknek, hogy itt vagyunk, és szeretnénk akár vállalni egy kis részt, akár egy kis részfeladatot, akár bekapcsolódni a vezetésbe, stb. És aztán fogjátok látni, hogyha keresitek azt, hogy mi az Úr akarata, akkor fogjátok látni, hogy mit tudtok tenni, és mit kell nektek tenni. És akár egy konferenciát fogtok szervezni, akár valami még látványosabb dolgot, ha szabad így fogalmazni. Nem tudjuk, nem tudhatjátok előre. Én csak biztatni szeretnélek benneteket, és szeretném azt, hogy így lássátok, hogy az Úrban bízni jó, és hogy ő nem hagy el és megerősít ezekben. Köszönjük a lehetőséget, imádkozzatok értünk, és igen, ennyi. Köszönjük a beszámolót, és akinek esetleg még több kérdése van, nyugodtan keressétek a Maszadanit, így utólagosan is az ő nevében ajánlom őt, úgyhogy ezzel éljetek a lehetőséggel, ha szeretnétek. A következő programpont a Megdesz naptárban, ez a költészetnapi séta lesz, úgyhogy az irodalom kedvelők most előnyben, április 11-ére szervezünk egy Budapestet kicsit bejáró felfedező közös sétát, amikor is híres magyar költőknek, a híres verseinek a helyszínét, vagy ott íródott verseket, vagy arról a helyszínről szóló verseket fogunk emelni, elzarándokolni és meghallgatni a helyszínen, úgyhogy akit ez érdekel, az majd figyelje a Facebook posztjainkat. A következő programpontunk az a támogatói bál, úgyhogy ez most minden olyan embernek szól, aki, hogy is mondjam, önfeletten és nagy lelkesedéssel él, és a kosztümös filmek nézése iránt, és élvezi ezt a világot, ahol kiöltöznek, zene szól és tánc van, mert hogy ez valami hasonló lesz ehhez, ez az elképzelés. Ez egy idéglenes programtervezet, az elképzelésünk az, hogy műsort adunk az ott megjelenteknek, lesznek táncok is, és hát az elmaradhatatlan tombola, ami minden bál sajátja. Így van. Nagy szerencse, hogy utána még nem áll meg az élet, mert ott van előttünk a nyár is, amint lehet, hogy sokan most nagyon vártok ilyenkor, amikor szakad a hó, vagy éppen kisüt a nap, így tök random kint, amikor jövünk, vagy éppen megyünk el. Lesz egy nyári tábor is, mert hogy szokott lenni nyári és téli tábor is a megdeszesek körében, úgyhogy hadd kérjem meg a nyári tábornak a szervezőcsapatát, hogy beszéljenek egy kicsit erről, hogy mint és hogyan lesz ez. Szervezőcsapat képviseletében akkor. Sziasztok! Én Magyari Anna vagyok, és én vagyok az egyik, aki szervezi a tábort. Velem van még Bokor Anna a karzaton, Veres Dominika hátul, és Gulyás Ádám, aki most sajnos már nincs itt. Remélem, hogy ma estére így megtelt a szívetek a Megdesz melegével, új barátságokat kötöttetek, és új embereket ismertetek meg, és bizony sajnáljátok, hogy holnap viszont ennek a tábornak vége.
Viszont jó hír, hogy ne csüggedjetek, mert szerintem van valami plakátunk is, amit most akkor mutatnék, ha bejön mindjárt, hogy nyáron is lesz egy tábor, tehát lesz még az évben lehetőség arra, hogy táborozzunk, és ha megy a plakát, ami most nem megy, akkor hirdetem, hogy augusztus 15-től 19-ig lesz Somogydöröcskén a nyári tábor. Oké, szóval, hogy ennyi részletekkel később jelentkezünk. Köszönjük szépen, nagy tapsot még egyszer! Az a kérdésem, hogy ki szokott Megdesz levlistát olvasni? Nem csak a címét, hanem úgy igazán a tartalmát is. Nagyon jó, és ezek közül az emberek közül ki az, aki hallott már a Megdesz kórus ötletéről? Jól van, azért vannak ezek a magasban. Akkor kérném Ábelt, hogy erről mondjon egy pár szót, mi is ez. Már ha tudja nélkülözni őt a kamera. Sziasztok, megint. Ilyen hirdető oszlopnak érzem magam egy picit, de hát hozzá képest semmi. Én inkább úgy hívtam ezt, hogy Megdesz zené platforma, vagy MZP-ben semmilyen áthallás nincs. Igazából az mögött az ötlet, hogy tegye fel a kezét, aki szeret énekelni, vagy ilyenek. Jó, tegye fel a kezét, aki tud énekelni. Jó, nem, de aki mondjuk játszik valamilyen hangszeren. Tele vagyunk zenészekkel, zenét szerető emberekkel, és mindig volt egy olyan érzésem, hogy nagyon-nagyon nagy kár, hogy nem ismerjük egymást. A Megdeszben óriási millió van, és mindenféle fajta ember találkozik, és nagyon jó lenne, hogyha különböző zenei közegekből múltakból jövő emberek, zenészek és énekesek találkoznának, és tudnának együtt ötletelni, együtt örömzenélni, megosztani egymás dalkincseit egymással. Ebből nagyon sokat tudnánk gazdagodni, tovább menve mi van, ha írnánk dalokat. Én ismerek olyan megdeszeseket, akik írnak dalokat, csak nincsenek bent a teremben, mert videóznak odakint, és hogy azokkal is tudnánk gazdagodni, akár a diákköröket, akár a gyülekezeteket. És megfogalmazódott bennem még ősszel valamikor, hogy jó lenne ennek valamilyen keretet adni, és olyasmit találtunk ki, hogy havonta egyszer egy szombat délelőttön összeülünk, és egy olyan jó 3-4 órát zenélünk együtt, örömzenélünk is, és gyakorlunk is valamilyen fajta repertoárt, mert az mindig jó, mert abban lehet fejlődni, olyan dalokkal, főleg amik így a Megdesz berkén belül alkotódnak, tehát hogy ennek lenne ott főleg a tere, de ez azért jó, mert a gyülekezetek felé ezzel lehet szolgálni, tehát hogy egy Megdesz a gyülekezetek kinyújtott karja, ez egy ilyen nem evidens, hanem adja magát a lehetőség, hogy menjünk, hogy elmehetünk ezzel bemutatni a gyülekezetnek, hogy milyen nagyon jó fejek vagyunk, majd megnyilatkozom, és nem fogok megnyilatkozni, nem tudom, hogy jött. Szóval ez, és a legmerészebb, vagy legvadabb álmaink azok, hogy ebből akár felvételt is csinálhatunk, de ehhez elég jónak kell lenni, úgyhogy ha valakit ez így érdekel, vagy szeretne havonta egyszer egy 3-4 órát jót énekelni és zenélni, meg mindenféle ilyesmi, az szkennelje be azt, jó? És akkor az lesz egy Google form, pár kérdéssel, és akkor el tudunk meneteket érni, és elindulhat ez a projekt. Remélhetőleg nyáron már tök nagy lesz. Köszi szépen! Most már választhatok, hogy melyikbe beszéljek, de akkor ennél maradok. Most egy különleges attrakció fog következni, amit olyan túlzottan sokáig nem szeretnék felvezetni. Fogadjátok szeretettel, ez egy új műfaj lesz ebben a táborban. És amíg ide előjönnek az előadóink, addig csak annyit mondanék, hogy ha elkészül egy Megdesz CD, akkor szerintem annak hatalmas sikere és keresete volna, úgyhogy várjuk nagy örömmel. Megdesz evangéliuma, 12. fejezet.
Jézus a tanítványaival együtt megérkezik az Isten tiszteletre, és helyet keres. Na, hova üljünk? Mondjuk itt a második sor jó lesz? A tanítványok elhűlve figyelmezteti, na de Jézus! Hát nem tudod, hogy itt a mélyen tisztelt egyetemi tanárok és professzorok szoktak ülni? Jézus tovább nézelődik. Nos, akkor a harmadik sor, jobb széle, ott? Na de Jézus, ott mindig a helyi falafeles nagyvállalkozás igazgatója szokott ülni. Na jó, mondja Jézus, akkor üljünk az első sorba, most már mindjárt kezdődik az Isten tisztelet. A tanítvány a fejéhez kap, mikor Jézus már majdnem leült az első sorban a padra. Jaj, ne! Csak azt ne! Az első sor mindig és kizárólag a megdesz szenioroknak van fenntartva. Jézus ebben a pillanatban erősen megkísérti a gondolat, hogy felháborodjon és durcásan keressen egy másik padot, de végül úgy dönt, hogy ellenáll a kísértésnek, és békességgel leül az ajtóban a perselyjel szembe. A tanítvány ezt is elég udvariatlan dolognak tartja, de mivel már elkezdődött az Isten tisztelet, végül nem akadékoskodnak többet. Kicsit pörgetünk. Vége felé jár már az Isten tisztelet. Halljuk a jól ismert felhívást. Az adakozás senkire nézve nem kötelező, de a jókedvű adakozót szereti az Isten. A tanítvány kicsit feszeng a persely mellett, ahogy az emberek elkezdenek kifelé tendálni, és dobják be az adományokat, de Jézus teljesen nyugodtan ott marad, és kicsit sem leplezve kíváncsiságát figyeli, hogy ki mennyit tesz a perselybe. A sort az egyik egyetemi professzor kezdi. Látja, hogy Jézus figyeli. Kicsit lelassít, megköszörüli a torkát, és magasról, pár jó, friss, ropogó Szent István királykát hullajt a persejbe. Még szerencse, hogy Szent István bal kezve sosem tudja, hogy mit csinál a Szent jobb. Lehet kiakadna rajta. Jön utána a falafeles multicég fejese. Egy fél mosolyt megereszt Jézusnak, majd vastag pénztárcáját enyhén felegmán a perselybe ejti. Utána oda köszön Jézusnak, és meginvitálja egy kedvezményes falafelre. Majd lazán megemlíti, hogy a nyári gyerektáborokban szintén hasonló nagy kedvezményen biztosította az étkezéseket a gyermekeknek a gyerektábor szervezői felkérésére. Majd bólint egyet, és kilép. A következő egy megdesz szenior. Mikor kinyitja a pénztárcáját, akkor realizálja, hogy tyűha, hüm-hüm, nincs nála éppen készpénz. Nem baj, egy megdeszes, tapasztalt szenior nem ijed meg ilyen helyzetben. Azonnal odafordul Jézushoz, és felteszi a kérdést. Pépasszal mehet? Jézus tájékoztatja, hogy sajnos ez a technológia itt még nem áll rendelkezésére legjobb tudomása szerint. A megdeszes szeniort ez sem tántorítja el az adakozástól. Nos, ebben a helyzetben akkor odaadom a bankkártyát, és a hátoldalára írom a PIN kódot. 1517, a reformáció éve. Nyugodtan használjátok, amikor csak kell. Az elmúlt fél évi megtakarításom van rajta, de készséggel nektek adom. A tanítvány teljesen el van alélve attól, hogy micsoda szívük és adakozó kedvük van ezeknek a tiszteletre méltó főembereknek. A megdesz szeniorról, meg pláne. Szól is Jézusnak, hogy most már azért mehetnének, mert a lényeget látták. Erre Jézus így szól. No, várj csak, most jön még a java. Az ajtónál feltűnik valaki. Kitaposott, ezer éves cipő, és kopott, örökölt generációk óta megdeszes táborokban hordott ruha. Hi, ez biztosan egy megdeszes diákkörös tag. Egyetemi jegyzetírástól megfáradt kicsit remegő kezeivel turkálós táskájából
kiveszi szakadt pénztárcáját. A hónap végén a Szocz ösztöndíjának utolsó Mátyás királyos ezresét veszi ki. Kicsit megáll, mintha hezitálna. Nézi Mátyást, aztán ránézi Jézusra, aztán megint Mátyás királyt nézi, gyöngyödző homlokán egy izzadság cseppém dulútjára. A magnézium hiánytól megremeg véreres szemei fölött a szemhéja. Aztán megint Jézusra néz. Majd jó hangosan megkordul a gyomra. Vajon hogy dönt? Vajon megteszi? Fog meg egy megdeszes diák adakozni? Mindenki feszülten figyel. Drága egyetemista barátunk kezdi úgy érezni, hogy túl gyenge, és nem lesz képes rá, hogy elengedje Mátyás királyt a kezéből. De ebben a pillanatban eszébe jut egy aranymondás, amit még a vasárnapi iskolában tanítottak neki. Valahogy úgy van, hogy az ő igazságos királya nem Mátyás, hanem Jézus. És Mátyás király szabadesésének lehetünk tanúi, és zuhan, és zuhan. Kedves megdeszes diákunk Jézusra néz, egy félszeg mosoly és egy apró várándítás, és már ki is lép az ajtón. Jézus így szól a tanítványhoz. Bizony-bizony mondom néked, ez a megdeszes szegény kollégista többet adott, mint bárki más előtte, mert a többiek a feleslegükből adtak, ő pedig az utolsó triópizzás ebédjének az árát is odaadta. Vagyis minden vagyonát. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen ezt a meglepetést, és minden magnézium hiányos tekintetet és izzadság cseppet. Én kérném a technikusokat, hogy a PPT-met adják be először. Kettő dolgot szeretnék csak hozzáfűzni, hogy az özvegyasszony két részpénzét, azt egészen pontosan köszönöm szépen. Tényleg csak egy darab PPT lesz, amit mindjárt előszednek. Igen. Ide tudjátok küldeni. Nincsen paypassunk, de be lehet fotózni. Igen, dolgozunk rajta, bocsi. Szóval a MEGDESZ olyan magánadományokból tartja fenn magát, akik korábbi MEGDESZ-esek voltak, és saját élménnyel rendelkeznek, és ebből kiindulva, és ezáltal meggyőződve hiszik és vallják azt, hogy ezt a missziót érdemes tovább éltetni. Nekem Madarász Zsuzsi volt BM-s diákkörvezetőnek a mondata jut eszembe a nyári évzáró diákkörvezetői találkozónkról, hogy ő azt az örökséget szeretné maga után hagyni, azt az imádságot és azt a kívánságot, hogy ahogyan a szüleitől átvette a stafétabotot, úgy adhassa majd ő is a gyermekeinek. És a MEGDESZ 33 éves ebben az évben, vagy a 34. belép, ha jól számolom, de ehhez tényleg szükség van arra, hogy akár, ha nem is azokat az 1000 forintokat, de csak 500-akat, vagy amennyit jókedvűen és önként tudtok adakozni az Úrnak, azt megtehessétek, úgyhogy ehhez kapcsolódnak ezek az adatok. És akkor most jön a másik, a falafeles rokonaitokat, ismerőseiteket, szomszédaitokat, és a kicsit merészebb bugyellárissal rendelkező ismerőseiteket pedig arra hívjuk, hogy egy olyan konferenciára adakozzanak, aminek az a neve, hogy World Assembly, ezt a perjel után olvashatjátok. Ugyanilyen MEGDESZ tábor, képzeljétek el, hogy a világ 167 másik MEGDESZ-ének is van, és ez 4 évente kerül megrendezésre, az idén Indonéziában lesz, és a magyar delegáció 3 fővel utazik augusztus első hetében. Erre a tényleg a világ 167 országából érkező 1000 fős rendezvényre, és nem nyaralni,
megyünk, tehát nem az a cél, hogy a nászút után ezt még egy izgalmas élményben lehessen részem vagy részünk, hanem az, hogy megismerjük más nemzetek és más kultúráknak a praktikáit, és azokat hazahozhassuk, amit érdemes, azt meghonosítsunk belőle, és elmesélhessük nektek, és továbbadhassuk, és élhessen Isten országa ezen keresztül nálunk is. Úgyhogy erre hívunk benneteket, fontoljátok meg, és adjátok tovább, hogyha a szívből teszitek. Köszi. Köszönjük szépen, csak még annyit hadd mondjak el, hogy a jelenet, amit láthattunk, Duma Lilla műve. Ezt kifelejtettem az előbb mondani, és a gratulációkat azt neki adjátok tovább. Szeretném kérni, hogy most még egy videót nézzünk meg, ami Levi Jóvoltából készült. Ez egy film részletnek a feliratozott változata, még a témához kötődően, és aztán pedig majd a hirdetéseket fogjuk elmondani mára és holnapra vonatkozóan. And what have they ever given us in return? The aqueduct? What? The aqueduct? Oh, yeah, they did give us that. That's true, yeah. And the sanitation? Oh, yeah, the sanitation. Remember what the city used to be like? Yeah, all right, I'll grant you, the aqueduct and sanitation are two things the Romans had done. And the roads? Well, yeah, obviously the roads. I mean, the roads go without saying, don't they? But apart from the sanitation, the aqueduct and the roads... Irrigation? Medicine? Education? Yeah, all right, fair enough. And the wine? Yeah, that's something we've really missed, Reggie. The Romans left. Public bath. And it's safe to walk in the streets at night now, Reg. Yeah, they certainly know how to keep order. Let's face it, the only ones who could in a place like this. All right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, a fresh water system and public health, what have the Romans ever done for us? Brought peace? Oh, peace! Shut up! Köszönjük szépen, Levi, még egyszer. Végtelenül tudnánk megnézni, azt hiszem, de most akkor folytassuk a hirdetésekkel. Lenne egy-két kérdésünk felétek, hogy tudjuk szervezni a ma estét és a holnapi napot is. Az első kérdésünk az, hogy holnap ki az, aki közületek tervez jönni, itt maradni Isten tiszteletre. Jó magasra a kezeket. Köszönjük, és ki az, aki bőröndel fog érkezni, csak a pakolás véget. Alig. Jó. Köszönjük. Szeretnénk még azt kérni, hogy ma este, aki teheti és szívesen marad, az segítsen a pakolásban. Szükség lesz székek pakolására, egy-két stadnak az összeszedésére. Így van, mert elő kell készülnünk a holnapi Isten tiszteletre. Ezzel kapcsolatban a piros nyakbalkasztós embereket, de legfőképpen Dávidot, aki most itt integet, őt keressétek, hogy mit és merre kell csinálni. És a holnapi nap folyamán pedig az úrvacsorás istentisztelet és az ebéd után szintén kérném azokat, akiknek van erre idejük és kedvük és energiájuk, hogy maradjanak és segítsenek, hogy a tábort ne csak 10 ember, hanem minél több pakolja össze és pakolja el. De ezt majd holnap is még nyomatékosan kérjük. Van-e valami, amit kihagytunk? Nem lehet elégszer elmondani a programfüzetet, tekintsétek, de hogy a holnapi nap ugye nem 9-kor indul, mert Isten tisztelettel kezdünk, hanem 10-kor. Igen, közös pakolás, köszi. Jó, ha mindent elmondtunk, akkor pedig kérném a dicsőítő csapatot, hogy jöjjenek és készülődjenek, ugyanis a ma esténket egy közös, hosszú dicsőítéssel fogjuk lezárni. És még azt szeretném hirdetni, hogy... ez egy nyitott végű alkalom, tehát hogyha valakinek mennie kell, indul a villamos, a busz, valami, akkor érezze magát erre szabadnak, aki pedig szívesen marad, az pedig maradjon velünk minél tovább.